épületben minden, ami a fűtéssel kapcsolatban van, az ebben a szekrényben lett elhelyezve ennek a vezérlése, minden vezeték ide érkezik be, és innen távozik. Ha valamilyen munkát kell végezni a fűtési rendszeren, akkor a szekrényen levő főkapcsolóval lehet a rendszert feszültségmentesíteni. A fűtés vezérlését azt egy házba beépített elektromos szerkezeteket mind ez a szekrény tudja lekezelni. Ide érkezik be a helység érzékelők, a termosztátok, az osztógyűjtőkön levő szelepfejek, és ezeknek a hőszivattyú és a különböző hőmérsékletek, tartályhőmérsékletek, külső hőmérséklet érzékelő. Ezeket a jeleket dolgozza fel ez a Loxon miniszerver, és a ebben elhelyezett egyéni háznak megfelelő szoftver biztosítja a megfelelő eszközök megfelelő együttműködését. A logikáját biztosítja ez a miniszerver, a házból beérkezik hozzá a különböző eszközökről az információ, tartály, hőközpont tartályainak hőmérsékletei, földkör hőmérséklete, a helységek hőmérséklete, és az ebben elhelyezett szoftver biztosítja ezeknek az elemeknek a rendszerszerű működését. A nagyobb teljesítményű fogyasztók azok kis automatával vannak biztosítva, az elektron osztógyűjtőkön levő szelepcsoportok pedig üvegbiztosítóval vannak biztosítva, tehát ha bármelyik fűtési körnek az elektromos feje zárlatos lesz, akkor csak azt az egy egység esik ki a rendszerből, a ház fűtése tovább működik, nagyobb teljesítményű szivattyúkat pedig mágnes kapcsolóval tudjuk működtetni. Itt került elhelyezésre egy harmadpont érzékelő, ami a felületi hőmérsékletet és a helység páratartalmát, harmadpontját nézi, és hogyha ez kritikus érték fölé emelkedik, akkor tiltja az épületnek a hűtését. Innen működik a szolár szabályzás is, és a szellőztető berendezésnek is ebben került elhelyezésre a kapcsolója, illetve a biztosítója. Egy lámpát helyeztünk el az előlapon, ami a geó jelenlétét mutatja, ami azt jelenti, hogy egy nap kétszer-két órára ez az energia nem áll rendelkezésre, ezért cserébe viszont majdnem féláron lehet a villamos energiához hozzájutni. Hogyha ez a lámpa nem világít, akkor nem hibát kell keresni, hanem akkor rendeltetésszerűen nem működik a készülék. A készülék kezelő szervei azok egy ilyen kis készülékbe kerültek elhelyezésre. Ezen a kijelzőn lehet látni, hogy milyen funkciókhoz lehet hozzáférni. Ami a felhasználó által használható, az ezen a kijelzőn került elhelyezésre. Itt a helységek és a funkciók válnak szét. A helységeknél látjuk azt, hogy földszint, nappali, gyerekszoba, hőközpont, szülői háló, tetőtér. Földszint nappalit kiválasztom, akkor lehet látni, hogy mutatja a helység termosztátjának a beállítását, hogy mit szeretnék, padlófűtést, mennyezett fűtést szeretnék. Ha padlófűtést szeretnék, akkor a gomb megérintésével lehet bekapcsolni. A kívánt hőmérsékletet külön lehet állítani télen és nyáron, hogy milyen hőmérsékletet szeretnék a helységben. Mutatja egyben a földszint hőmérsékletét és a kandalló hőmérsékletét is pillanatnyilag, ez 24 fokos, mivel nem működik.